Hello, lószatok, Sirius ez pedig nem más, mint 2020 első Q&A videója, ami egyébként a március végi, de mivel csak negyedévente veszek fel egy ilyen videót, ezért a hónap maga annyira most már nem számít. Szóval mondhatjuk azt, hogy az első negyedév év végi Q&A videó. Annak érdekében, hogy nem ezzel kapcsolatos címet adni ennek a videónak, minden bizonyára ti is kitalálhatjátok, hogy érkezett pár kérdés a koronavírussal kapcsolatban. Ezeket megpróbálom az elején gyorsan megválaszolni, amennyire nyilvánvalóan meg tudom válaszolni ezeket egyáltalán. És utána beszélgessünk másról, mert erre a témáról teljesen biztos, hogy hallottatok már eleget. Mármint nem a megelőzésről, ugyanis azzal a kapcsolatban nem lehet elégszer hallani a dolgokat, Kérlek titeket, hogy mosatok rendszeresen kezet, és tartsátok be a kiárási korlátozásban foglaltakat. Ez most nyilvánvalóan egy nagyon kellemetlen időszak mindenkinek, viszont lehet sokkal kellemetlenebb. Szóval próbáljuk a lehető legkisebb rossz felé terelni az eseményeket. Szóval, kezdjük is a koronavírus kategóriába tartozó kérdéseket. Itt most nem lesz mindegyik bevágva, de nyugodtan ismerjetek magatokra, hogyha esetleg megválaszolódottak a kérdésetek. Lóska Renátától érkezik akkor az első kérdés. Nyilván kikerülhetetlen kérdés, hogy viselitek a korona helyzetet. Ez abszolút egy személyes vonal ennek a dolognak. Az a helyzet, hogy én fantasztikusan, ugyanis nem változott a napi rendem. Ugye ez abból adódik, hogy itthonról dolgozom már nagyon-nagyon régóta, ráadásul alapvetően minimalizálva az itthonról való elmászkálást, mert gyakorlatilag minden elmászkálás az ugye nekem szigorúan véve időveszteség tartalomgyártásból. Úgyhogy meg a lehető legkevesebbet mászkálni, és ez most annyiban változott, hogy társadalmilag elfogadottá vált ez a dolog hirtelen. eset egy picit más, de hála az égnek őnála is ez nagyon-nagyon pozitív, ugyanis náluk most jelenleg az a rendszer, hogy kétszer kell bemennie, tehát két nap egy héten kell bemennie, két nap home office és egy nap kötelező szabadnap, és azért ő is nagyon-nagyon sokat dolgozott a mostani munkahelye előtt home office-ban, illetve elsősorban home office-ban, olyan munkakörökben, ahol csak mászkálnia kellett egy jobbra-balra egyébként, Úgyhogy ő ezt nagyon-nagyon szereti, sokkal jobban, mint egyébként azt, hogy mindig be kell menni, ott kell lenni, haza kell jönni, utazni kell. Szóval igazából mind a kettőnknek nagyon-nagyon szerencsésen jött össze ez a dolog, illetve különösen nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, ugyanis egyenlőre úgy néz ki, hogy a bevételeink nem kapcsolódnak szorosan az itthonról való kilépéshez. Szóval mi azok között vagyunk, akiknek még mondjuk teszem azt a havi fizetése se változat jelenleg. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatjuk munkat. Sőt, képzeljétek el egyébként azt, hogy közel dolgozik jelenleg, hogy, hogy mondjuk tömegközlekedés se kell használni azokon a napokon sem, amikor bemegy egyébként, hanem egyszerűen csak besétál a munkahelyére. Jó, nyilván van nem egy rövid sétet, ilyen 40 50 perc egy irányba, de kikerülhető igazából a tömegközlekedés, a tömegközlekedés lenne sokkal gyorsabb. Tehát, hogy az is van egy ilyen Fél órás kaland. Szóval igazából, akárhonnan nézem ezt a dolgot, nagyon-nagyon-nagyon szerencsések vagyunk. És az a helyzet, hogy nyilván egy picit őszintén szóval élvezzük is azt, hogy sokkal több időt tölthetünk így együtt. Tehát, hogy így tudunk, mit tudom én, együtt ebédelni, vagy tudunk együtt beszélgetni mondjuk délután egy kis csendes pihenő alatt, amíg egyébként ez amúgy megoldhatatlan lenne, mert mondjuk teszem azt, hogy egyszerűen nincs itthon. A másik fő kérdés csoport, ami ebben a témakörben azért viszonylag logikusan felvetődik, az már egy kicsit nehezebb. Lévai Zsolt kérdését vágtam ki végeredményében ebbe a videóba. Mennyire tartod jónak a kormány intézkedéseit a korona helyzettel kapcsolatban, illetve ha erre nem szívesen válaszolsz, akkor úgy általánosságban a világon történő intézkedésekkel mennyire vagy megelégedve, van olyan dolog, amit te másképpen csinálnál. Az a helyzet, hogy a legesleges -leges legvégső része a kérdésnek az teljesen irreleváns. Tök mindegy, hogy én mit hogy csinálnék. Elsősorban azért, mert sem a vírusokhoz nem értek, sem a gazdasághoz nem értek eléggé, hogy meg tudjam mondani, hogy hogyan kell csinálni ezeket a dolgokat. Alapvetően én azon a véleményem vagyok, hogy ez az időszak most nem feltétlenül a pártpolitika időszaka, hanem sokkal inkább az összefogás és az együtt tenni akarás időszaka. És nagyon-nagyon remélem, hogy ezt így is Gondoljam, mindenki, és az összes rendelkezésükre álló lehetőség, az ennek az elvnek a mentén lesz kihasználva. Reménykedjünk benne, őszintén. Szóval ettől függetlenül nyilvánvalóan világszinten így lehet így levonni ilyen következtetéseket, hogy hát az olaszoknál szigorúban csinálnám, az viszonylag biztos, um, Kórában, dél -kórában úgy néz ki, hogy mintha, mintha okés lenne a dolog, ők ők egészen, egészen jól fogják a dolgokat. Nagyon érdekes a különbség az ázsiai és az európai országok mentalitásában. Amerika alól mintha kezdene kicsúszni a talaj, szóval elképzelhető, hogy nem úgy kéne hozzáállnunk a dologhoz, mint egy táncoló majomnak, és akkor valószínűleg egészen okésak is lehetünk. Um, szóval, értitek, tehát le lehet vonni ilyen következtetéseket, azonban én nem tudok szakvéleményel szolgálni ezzel kapcsolatban, mert mi alapján tudnék egyáltalán. Amit meg tudok mondani, az az, hogy én mit teszek a dologgal kapcsolatban, illetve nyilvánvalóan ez az egyetlen egy dolog, amit konkrétan befolyásolni is tudok. Én egy viszonylag szigorú nem karanténrendszer, de egy én viszonylag szigorúan elszeparáltam magamat a környezettől. Nem találkozunk asszonypajtással, családtagokkal, nem a lehető legritkábban járunk boltba, a lehető legritkábban megyünk ki. Ez az, amit én meg tudok tenni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ezt meg tudom tenni, és ha a nagy tömegeknek lehetséges, hogy ezzel egy picit is jobb, hogy mondjuk én nem kapom el, és a vonaton hazafele nem terjesztem, akkor igazából én úgy érzem, hogy megtettem mindent, amit, amit én meg tudtam tenni. Viszont az, hogy most mindenkit kötelezni kéne arra, hogy otthon maradjanak, le kéne állítani mindent, halvány, halvány elképzelésem sincs. Nem tudom. Nem tudom, hogy azok az, azok az intézkedések, amiket mondjuk Magyarországon tettek, azok mondjuk hány százalékkal csökkentették az esélyét egy ilyen hatalmas mindent elpusztító, nem nyilván nem mindent elpusztító, mert ez minden sem mindent elpusztító, de egy ilyen, egy ilyen igazán káros hatású járványnak, és közben egyébként mennyivel növelték az esélyét egy utána következő mindent elpusztító gazdasági válságnak. Szóval értitek, halvány. Halvány elképzelésem sincs, és... Szerintem nem szabad elfelejteni, az ilyen időkben talán különösen, hogy alapvetően vannak a témáknak szakértői. Vannak gazdasági témáknak is szakértői, és vannak az egészségügyi témáknak is szakértői. Biztos van egyébként átfedés is a kettő halmazban, de szerintem az talán ritkább. Ez így a laikus feltételezésem. Szóval érdemes hallgatni rájuk. Nem vagyok benne biztos, hogy. Az általános egészségügyi véleménnyel érdemes mondjuk szembe menni, és arról vitatkozni, hogy ez csak egy egyszerű ö, egyszerű influenza, vagy, vagy nem az. Most már nyilvánvalóan ez a vita már, már lehalóban van, ez sokkal korábban volt aktuális, amikor ugye tenni kellett volna dolgokat. És ö, ugye ehhez nyilván azért hozzátartozik az is, hogy Elképesztően rossz lehet most vezetőnek lenni, nagyon-nagyon rossz lehet most, mind ország, mind cég, mind bárminek a vezetőinek lenni, ugyanis gyakorlatilag nincsenek jó választások. Nincsenek jó opciók. Rossz opciók vannak, és rosszabb opciók vannak, ahol nem feltétlenül lehet ránézésre megmondani, hogy melyik a rossz, és melyik a rosszabb. Mert hogy tök más szemszögekből is lehet vizsgálni a dolgokat. Világszinten nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehet jelenleg vezetőnek lenni. Én amondó vagyok, hogy ezt nem feltétlenül érdemes laikus vitakultúrával, meg laikus hozzáállással még nehezebbé tenni. Szóval én igazából annyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy ha azt mondják, hogy itt maradjak, akkor itt maradok ami nyilvánvalóan egy viszonylag éles váltás ahhoz képest, hogy általában a politikához szoktam viszonyulni. <laughs> Egyetlen egy konkrét gondolat ebben a témában, nagyon-nagyon szeretném, ha nem vezetnének be cenzúrát. Ugyanis az a helyzet, hogy a hamis hírek, azok viszonylag jól definiálhatóak, azokat érdemes büntetni, természetesen a pánikkeltést érdemes büntetni, azonban a félretájékoztatás sem megoldás. Tehát az, hogyha az emberek nem tudnak dolgokról, teszem azt az ország helyzetéről, az ország és égészségügyének helyzetéről, és a járvány magyarországi helyzetéről, az nem lesz megoldás. Szerintem az nem megoldás semmire. És már gyakorlatilag haladhatunk is tovább. Tomi kérdése a következő, ami egy uh, kicsit fura, mint egy setupolt kérdésnek tűnik. Uh, hogy állsz mostanában a sporttal? Mennyire bírja a térded a futást és az edzéseket? Ez azért fura egyébként pont Tomitól ez a kérdés, ugyanis együtt csinálunk egy sportkihívást. Mármint hogy vele. Uh, nem csak vele, több emberrel a Discordon elkezdtünk egy ilyen egyszerűen ilyen önsúlyos otthonedző, és tudjátok, ilyen fekvőtámaszos uh, kihívást, ami igazából négy hétig minden nap tartalmaz egy ilyen kis rövid edzést, ilyen kis rövid gyakorlatsort, tehát mit tudom én mondjuk ilyen 20 percet maximum, amiben egyébként belehalok majd, de minden nap, vagy legalábbis azokon a napokon, amikor karra edzünk, mert akkor kattan egyet az app, és azt mondja, hogy fekvő, 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 És nyilván másfajták a fekvők, de egy bizonyos szám után így is, úgy is meghal az ember. Üm, és gyakorlatilag ezt úgy kezdtük el együtt csinálni, hogy Összebeszéltünk, akik, így a, a, akik épp ott voltak Discordon és csatlakozni akartak, hogy ha valaki abba hagyja, vagy ugye nem csinálja indokolható külön, indokolható eltéréseken kívül, akkor az meghívja a többieket egy sörre. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy mondjuk, mit tudom én, az egyik srác testi, órán, valami balesetet szenvedett, vagy sport közben valami balesetet szenvedett, és akkor elment az egyik nap a balesetire, kiderült, hogy nem tört el, az ének, csak zúzódott, mit tudom én, de nyilván aznap nem fog fekvő támaszhozni. Tehát, hogy az ilyen logikus kihagyásokat, azokat abszolút jól kezeljük, de hogy egyébként, ha valaki abbahagyja, akkor, akkor az meghívja a többieket. Sörre egyébként az egyik srác abbahagyta, de hogy ő meg az egészségügyben dolgozik, szóval ha megpróbál meghívni a végén egy sörre, akkor ki fogom röhögni. És aztán meghívom egy sörre. Mert hát egyébként is éppen a frontvonalban van. Um, Szóval, ja, ezt, ezt csináljuk jelenleg, illetve ugye jártam futni, most már ezen a héten nem járok futni. Nem azért, tehát, hogy igen, pontosan tudom, hogy lehetne járni futni, de az a helyzet, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljuk át, hogy muszáj -e elmennünk, és ha nem, akkor ne tegyük. És az a helyzet, hogy amikor átgondolom, hogy muszáj -e kimennem futni, akkor igazából. Alapvetően nem. Tehát, hogy most egy ideig így, 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 így ki lehet bírni, hogy mondjuk nem járok el futni. Nyilván nagyon-nagyon hiányzik. Még jobban hiányoznak az egészségügyi séták, amiket kivágtam az életemből most így egyenlőre. De hogy igazából pff, elengedhetetlenek? Nem, nem, nem feltétlenül. Sőt, végeredményeben többet dolgozok. Igazából pont ezért jártam sétálni, hogy néha abba hagyjam. De most ez egy, ez egy másik, másik jellegű kérdés. A, szóval itthon, itthon megy most csak az edzés. A térdem derekam meg nagyon jól van. Ö, alapvetően most így a hála az égnek nem történt semmi, egyik se fáj. Úgyhogy igazából egészen, egészen, jól alakulnak a dolgok. Még a végén felszedek magamra valami izmot, ami az elmúlt mondjuk 5 évet tekintve egy szignifikáns erőrelépés lesz. Mucsi már Gábor, vagy Mucsi Gábor Márk, vagy Gábor Márk Mucsi, vagy Márk Gábor Mucsi vagy Gábor, Mucsi, már értitek, szóval van egy pár variáció, de kövek a következő, a esetleg tervezel legós videót. Kedves barátom, egyetlen egy darab videó készült idén, az legós volt. Egyetlen egy darab legó. Egyetlen egy videó került ki, de az legós volt. Azt, hogy a jövőben milyen jellegű legós videókat tervezek, most valószínűleg egy kicsit behúzom a kéziféket, Alapvetően a videókkal kapcsolatban, ugyanis most az elmúlt hetekben majdnem minden időm a streamelésbe megy, tehát hogy minden munkaidőm konkrétan a streamelésbe megy, ilyen 40 plusz órák jönnek össze a hetek végére, ugye nyilvánvalóan sokan vannak otthon, így egy kicsit átadhatom magamat azzal is, hogy valamennyire jót teszek, azok, akik teszem azt véletlenül, mondjuk, unatkoznának otthon, nyilván ez egy nagyon felületesen átadás. Meg hát nyilvánvalóan mindig is ki akartam próbálni, hogy milyen egy intenzívebb streamer időbeosztás, úgyhogy ez most egy ilyen tökéletes időpont tesztelni. Szóval most egyelőre nem tervezek videót, viszont a nyári Star Wars-os szettek közül többet is kinéztem, úgyhogy azokból biztos, hogy lesz beszerzés. És ha van beszerzés, akkor csinálok róla a videót is, mert mert így könnyebb indokolni, hogy miért legókat. <laughs> nem, egyébként lesznek olyan készletek, amik, amik izgalmasak. Olyan hatalmas nagy készlet most így a Markoló után, meg a Markoló tragédiája után, nem feltétlenül ketyeg előttem, hogy azt most mindenféleképpen meg kell szerezni, azt mindenféleképpen ö, be kell mutatni. Az új Star Wars-os szettek közül, mondom, több van, ami tetszik, több van, ami, ami érdekesnek tűnik, Úgyhogy úgy, valószínűleg azokból, azokból lesz content is, valamilyen formában. Péter Márkó, Márkó Péter kérdése. A dd s élményeken felelkesülve tervezel esetleg a saját csatornádra is hasonló tartalmat? Egy jó Star Wars vagy Cyberpunk esetleg éljen. Csak hogy általánosan érthetőbb legyen a kérdés feltevése, jelenleg Dave Twist csatornáján, a Fanvid Twist csatornán csinálunk két hetente egy DND kampányt. Ez Dungeons and Dragons egyébként, ez gyakorlatilag egy szerepjáték. Ilyen, a, tudjátok, a leülős, füzetes, könyves, kockadobálós, tudjátok, amit, amit a gikek csináltak még régebben, és most is igazából. Üm, na mindegy, szóval, hogy csinálok egy ilyen kampányt, és az a helyzet, hogy ez valahogy eddig nem került felszínre soha a csatorna történetében, de én egyébként nagyon szerettem. Nagyon-nagyon szerettem szerepjátékozni kis és kamasz koromban. Nagyon-nagyon sokat is játszottunk a haverokkal. És ez ugye nyilvánvalóan így elveszett azzal, hogy eltűnt a világ összes ideje az életünkből. De ettől függetlenül ezt tökre szeretem. És ráadásul egyébként pont D&D-vel játszottunk nagyon sokat. Mágusoztunk is valamennyit. A Fusion rendszerben is meséltem elég sokat. A... Mm, shadow is valamennyit. Mondjuk azt elég, azt elég ritkán, öm, azt a nem Magyarországon élő sommal csapattuk, szóval az, az, talán egyszer vagy kétszer, ha volt. Szóval, hogy, hogy, alapvetően ez nyilvánvalóan egy, egy tök jó dolog. Nem, azt mondom, nem vagyunk ilyen hardcore játékosok, hogy mindent ilyen nagyon komolyan veszünk, meg így nagyon beleéljük magunkat a szituációba. Inkább az összeülünk és röhögünk a haverokkal, miközben egyeseket dobálunk 20 oldalú kockákkal, ami nem kocka. Öm, vonalon játszunk és ezzel kapcsolatban többször felvetődött már egyébként a gondolat, hogy nagyon szeretnék más is játszani, mint a D&D, mert a D&D nagyon király, és tényleg nagyon király egyébként, a szabályai nagyon jók, a D&D világa nagyon jó, tényleg nagyon jó, de hiányzik, tehát azért az, azért az fantasy, és én azért sokkal otthonosabban mozgok science fiction, vagy a science fictionnek valamilyen verziójában, tehát hogy én egy kicsit jobban mozgok a technika orientáltabb világokban, vagy legalábbis jobban élvezem őket általában. Nyilván sokkal nehezebb egyébként ilyenekre csapatot összeszedni, mert, mert a többség azért nyilván a D&D-ben van igazán otthon. De ettől függetlenül folyik a beszélgetés arról, hogy egy Star Wars-os kampányt akár mesélhetnék is én. Az, hogy ez most hova kerül az én csatornámra, Dave csatornájára, az a jövő kérdése, majd kiderül, ha egyáltalán egyszer, egyszer összejön -e, vagy egyszer összejön. De hogy én személy szerint nagyon-nagyon szeretnék egy Star Wars-os kampányt mesélni, és én elég sokat meséltem egyébként régen, szóval akár még uh, sikerülhet is. Ez nem azt jelenti, hogy biztos lesz, ez elsősorban azt jelenti, hogy szeretném, ha lenne. Radák tíme a kérdése, hogy hogy is játszol? Mármint eddig nem úgy volt, hogy uh, nagyon hamar rosszul vagy tőle? Az a helyzet, hogy de, egy nagyon egyszerű. Technikai jellegű különbség van azok között, az idők között és a mostani között, illetve kettő. Az egyik, hogy van egy VR eszköz nálam, a másik, hogy egy olyan erős hardware, amivel nem szaggatnak a játékok. Mármint, hogy ez nagyjából ennyi. Tehát, hogy nem a VR létezésétől van rosszul általában az ember, nem attól van rosszul, hogy, hogy, egy VR headsetet így a fejére raknak, és mondjuk nincs is benne semmi kép, de azonnal rosszul lesz, hanem nyilvánvalóan van valami jelenség ezzel kapcsolatban, tehát mondjuk nem áll össze jól a kép, mert hogy ilyen emberekre is hallottam, akik mondjuk nem tudják beállítani jól, nem azért, mert ha, mert egyszerűen nem tudják, hogy kell húzogatni tépőzára szalagokat, vagy hogy kell lencse távolságot állítani az eszközön, egyébként ez is lehet oka, de de hogy az a lényeg, hogy nem tud össze, tehát hogy valamiért nekik nem tud összeállni a kép, mert mondjuk az egyik szemük rosszabb, mint a másik, és nem tudnak szemveget hordani, vagy mondjuk van valamilyen szemtengely probléma, szóval, hogy azért, azért ilyenek miatt is lehet. A másik legnagyobb ok az egyszerűen az, hogy a hardware nem elégséges ahhoz, hogy megfelelő frame rátával tartsa a képeket. Egyébként a mai napig hozzá tartozik, hogy abban az esetben, ha egy játék FPS problémákkal küzd, akkor azt nem is bírom sokáig. Játszottam olyan játékkal, ami néha dobott bizonyos FPS-eket, és ilyenkor csak azt látja az ember, hogy, hogy megáll a kép, miközben mozdul a feje, és ez ugye a, tenger, tengeri betegség gyakorlatilag, és, és, úgy tűnik, hogy én, én erre érzékeny vagyok, ami azt jelenti, hogy már haditengerész nem leszek, mondjuk Magyarországon ez nem feltétlenül a leg, uh, legerősebb karrierút egyébként sem. Uh, szóval nem esetszerűséggel tényleg az a helyzet, hogy van nálam egy kölcsön VR eszköz, és bírja a hardware bizonyos játékokat. Mondom, van olyan játék, amit uh, mi valószínűleg optimalizálási problémákkal küzd, ezt nem bírja annyira, de azokat, amiket játszom, Elite Dangerous, Beat Saber, Pistol Whip, tehát, hogy azért így elég, elég sok játék, amikkel, amikkel játszom, azok fantasztikusan gyönyörűen futnak, és nincsen egy tarag problémám se vele, és gyakorlatilag zavarba olyan sokáig tudok velük játszani, anélkül, hogy elkezdjen zavarni. És amikor elkezd zavarni, akkor is mondjuk inkább az, hogy az ornyergemen vagy hát az arcomon támaszkodik a szemüveg, nem pedig az, hogy nem vagyok jól. Úgyhogy valószínűleg ez, 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 ez lehet a megoldás. Ez lehet a megoldás a dologgal kapcsolatban. A, az új Half-Life játékot is szeretném kipróbálni egyébként, az új VR Half-Life játékot, de bevallom őszintén nem hiszem, hogy vég játszanám, úgyhogy, Úgyhogy azt most így próbálok ilyen kölcsönt szerezni, mert a kaci megkapja, ha ő kiátsz, akkor lehet, hogy hozzám kerül, szóval értitek. Valami, valami ilyesmi. Szilvási Ádám kérdése a következő. Hello Viktor, hogy értékeled ezt a három hónapot 2020-ban? Mind a csatorna, mind a világban történtek szempontjából, illetve egy nagyon-nagyon hasonló érkezett még, és akkor egyszerre válaszolnám meg a kettőt. Tamás Gábor Szurics kérdése. Milyenek látszott 2020 első negyedévét a csatorna szempontjából, a a nézőszámok, patronok, followerek szempontjából? Hát ez igazából úgy történik, ahogy szokott történni. Szóval vannak dolgok, amikkel elégedett vagyok, és vannak dolgok, amikkel nem vagyok elégedett. A Twitch csatornával például teljesen elégedett vagyok, szerintem ott jók a számok, szerintem ott, ott igazából minden rendben van, de azt mondom, hogy így nem lehetne több, meg nem lehetne jobb, meg nem, lehet, nem termelhetne több pénzt, mert nyilvánvalóan ez mind igaz. Lehetne több, lehetne... de alapvetően a Twitch csatornával teljesen elégedett vagyok. A második Youtube csatornával, ahova ugye a Twitch streamek kerülnek át, azzal így közepesen vagyok elégedett, Kicsit sok a fennakadás, kicsit lehetne folytonosabb az átkerülés, de azért alapvetően egyre jobban közeledünk ahhoz, hogy, hogy kialakuljon a megfelelő rendszer, és azt a megfelelő rendszert megfelelően be is tartsuk. A főcsatorna az nyilvánvalóan egy kérdés, tehát hogy... Abban, hogy negyed év alatt a kiraknom egy a videót, az ég egyet a világon semmi olyan nincsen, amivel elégedett lehetnék, illetve ezzel együtt kettőt. Szóval az ég egyet a világon nincsen semmi olyan, amivel elégedett lehetnék, az egy másik kérdés, hogy azzal a videóval, ami kikerült, nagyon elégedett vagyok, az nagyon-nagyon tetszik, azt nagyon-nagyon szerettem csinálni is, és nagyon-nagyon tetszik a végeredmény is. Um de igazából a főcsatornával öt éve nem vagyok elégedett, a YouTube-bal gyakorlatilag majdnem öt éve nem találom megfelelően a hangot, nem feltétlenül 5 éve, de mondjuk mit tudom én, 2-3 éve biztosan nem találom megfelelően a hangot, szóval ez nem annyira meglepő, hogy, hogy a YouTube-bal kicsit távolságtartóbbak vagyunk jelenleg. A főcsatornával legalábbis biztosan, de a másik csatorna komment szekciójával is néha. szóval Szóval ez így, értitek, ez, ez, ez így nagyjából a felépítése a dolognak, hogy most így ezzel kapcsolatban miket tudnánk változtatni. Ugye nyilván egy próbálkozás volt tavaly év végén, hogy minden szombaton legyen videó. Nem vagyok 100%-ig elégedett az eredményekkel. A nézőszám eredményekkel egyébként egészen. Tehát hogy az szerintem az úgy, az úgy azért okés volt, az, az meghozta a dolgokat. Viszont azt vettem észre, hogy túl sok töltelék videót kell hozzá gyártani, amit egyébként nem gyártanék le. Tehát, hogy, hogy, mondjuk egyébként nem foglalkoznék a témával, vagy egyébként nem készülne olyan videó, de azért, mert szombatra kell egy videó, ezért elkészül. És, és ezért ezek elég gyakran vitték az időt azoktól a videóprojektektől, amiket ténylegesen szeretnék megcsinálni, ez az egyik. A, a másik meg, hogy így is kicsit alátámasztottabbnak látom azt, hogy most YouTube-on jelenleg egy sokkal egységesebb profilra van talán szükség ami nyilvánvalóan nekem aztán már mindegy, mert hogy az már veszett fejszényele, de hogy, de hogy ezt nehéz összerakni úgy, hogy közben minden szombatra ki akar rakni az ember egy videót, úgy, hogy közben mellette annyit streamel, mint amennyit ugye én streamelek. Um, még akkor is, ha nem az a stream menetrend, mint most, mert ugye most jelenleg tényleg minden nap streamelek, vagy nem minden nap, mert vasárnap pihenek, de hogy egyébként minden nap hétfőtől szombatig streamerek olyan 6-9 órát minimum. Uh, szóval, szóval amellett ez azért nagyon, nagyon nehéz, főleg úgy, hogy érdemben történjen a dolog, és olyan videók legyenek mindegyik, amire tényleg azt mondom, hogy mm, ez király, de ezen meg dolgozunk. Egyszer majd kiderül, hogy sikerül-e. Ha sikerül, sikerül, ha nem sikerül, nem sikerül. Most nem ezzel kapcsolatban nem nagyon lehet mit mondani. Nézőszámok tekintetében nyilván ugyanaz, ami a twitch igaz, mindig lehetne több, persze, hogy mindig lehetne több de én nem vagyok benne százszerzelékig biztos, hogy nézőszámokért kezdtem ezt a dolgot, és azóta se feltétlenül változott ez a dolog. A patronok, a patron izgalmas kérdés, és a patron most nagyon-nagyon csökkent, viszont nagyon hasonlót nőtt a Twitch. Mármint úgy értem, hogy bevétel szempontjából. Tehát ugye a Patreon az most így lejjebb csökkent, a Twitch az lényegesen feljebb ment, ami azt is jelenteti, hogy sokat átváltottak oda, vagy azt is jelenteti, hogy mivel nem nagyon gyártok videókat, ezért a Patreon most jelenleg egy kicsit ilyen értelmetlenebb, mert ugye a Twitchnek megvan a saját gazdasági felületet, tehát a Twitch nem kell ilyen átfogóan a másik helyen támogatni. Illetve a Patronnál azért az is benne van, hogy hogy azt azért erősen át kell dolgoznom az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Tehát vannak dolgok, amiket nem gondoltam volna, de tetszik az embereknek, és, és szeretik. Vannak dolgok, amiket gondoltam volna, de nem tudom úgy fenntartani. Tehát például a Minecraft szerver az, amire rájöttem, hogy egyszerűen fent tudok tartani egy Minecraft szervert, ahol van egy tök jó játékos közösség, de ez not quite enough. Egyszerűen nekem is ott kell lennem, és azt a részét például már nem feltétlenül tudom fenntartani, hogy mondjuk én is ott legyek aktívan, és, és mit tudom, hogy minden héten, és minden a lehető leggyakrabban játszunk együtt, szóval ezt a részét nem feltétlenül tudom, ö, tudom fenntartani, úgyhogy valahogy úgy kéne átalakítani a patron hogy kicsit kisebb hangsúly legyen a Minecraft szerveren, nem mindegy, szóval, hogy az a lényeg, hogy alapvetően szerintem nem történik semmi olyan változás, amilyen nagyon meglepő, vagy amilyen nagyon váratlan. <laughs> próbálja, próbálja, az ember csinálni azt, amit tud, és aztán abból, abból összehozni. Most mondjuk összességében a, a, bevétel és a kiadások, azok most nem ott állnak, ahol én szeretném. Tehát, hogy egy kicsit kevesebb a bevétel, ahhoz képest, hogy mondjuk mennyi a, mennyi a havi fix kiadás, ilyen fix előfizetések, zene, programok, bármi ilyesmik, és egyéb kiadásokkal kapcsolatban adó, értitek, bármi ilyesmi. Most nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez így hosszú távon nagyon-nagyon jó lesz, de nyilvánvalóan ez az olyan dolog, amin vagy lehet változtatni, vagy ha nem lehet feltétlenül változtatni, akkor is lehet változtatni. <laughs> ki, lehet, ki lehet, találni, hogy ez, hogy működjön. Férjét és ne essék, az ég egyet a világon nincs semmi probléma, <laughs> tök, tök, jó minden, csak nem feltétlenül van ott, ahol szeretném. Mondjuk nincs akkora mozgásterem, játékok vásárlásával, meg ilyenekkel kapcsolatban, mint ami egyébként mondjuk tudna lenni általánosságban. Úgyhogy igazából én azt mondanám, hogy szerintem így minden okés a csatornákkal kapcsolatban nem minden tökéletes. Egyáltalán nem minden tökéletes, nagyon sok mindenen kell dolgozni, de azt látom az elmúlt hetekben, hónapokban most már, hogy nagyon sokat is dolgozok rajta, és eljutottam arra a szintre, hogy szerintem dolgozok rajta annyit, hogy azokat a dolgokat, amikkel nem vagyok elégedett, azokat tudjam a helyén kezelni. Tehát, hogy ne az legyen azonnal a reakcióm, hogy akkor még több órát, még több órát, még több órát, mert nincs. Tehát, hogy tény tényleg nincs. Úgyhogy... Úgyhogy optimalizálunk, kitalálunk, priorizálunk. Most például ebben a hónapban valószínűleg a streamerést. Abszolút a streamelést, és elképesztő király mennyiséget streamerek és nagyon-nagyon élvezem nagyon-nagyon élvezem, egy csomó játékkal játszottam, amivel egyébként nem, most elővettem egy modolt Minecraftot, az Omnifactorit, ami így out of nowhere jött azért elsősorban, mert nem tudtam hardcore-t kezdeni, mert ugye nem sokára jön egy update, vagy valamikor jön egy update, nem tudjuk mikor, lehet, hogy nem sokára, lehet, hogy sokára, úgyhogy nem tudtam hardcore-t kezdeni, vagy nem akartam, és és akkor akkor elővettem azt, az Escape pist 2-vel játszottunk, amit régen tökre szerettetek a csatornán, de aztán így szépen nem maradt rá idő, lassan végigjátszom a Doom-ot, a Doom eternal -t. tehát hogy így az a helyzet, hogy tök cool, nem tökéletes, de tök cool. Ó, oh, ja, egy kis... Kis kitérés, mi van a világgal, srácok, hát mit lehetne erre mondani, te jó Isten, láttatok ezt az évet? Januártól gyakorlatilag idáig csak eszkalálódtak a szituációk. Aj, nem tudom, mit tartogat még ez az év, de jó lenne, ha semmit. Következő kérdés, Virág Mártontól érkezett, akiről egyébként azt hittem először, hogy mazur, de aztán rájöttem a profilképe alapján, hogy nem meg az alapján, hogy nem GH-val írja a nevét. Mit szólsz a GTA 5 töretlen sikereihez eladások, eladások terén? Egyet érsz azzal, hogy az évtizedik legjobb játéka? Várod a GTA 6-ot? És mi a véleményed a Minecraft? Az egy másik kérdés. Válaszoljunk eddig Persze, a GTA egy tök jó játék. A GTA 5 egy nagyon-nagyon jól sikerült játék, elképesztő lehetőségekkel. és az a helyzet, hogy kívánom, kívánom nekik, hogy, hogy, a lehető legtöbb pénzt termeljék be, mert, mert egyszerűen jó, amit csinálnak. És ez, értek, tehát ez nem egy nem egy kosárlabda játék beépített, beépített lootbox rendszerrel, és, így is meg lehet maradni. Szóval abszolút minden, le a előttük. Várom a GTA 6-ot? Őszintén szóval nem ülök tűkön, hogy így, na, a GTA 6. Én azért egyáltalán nem vagyok annyira erősen GTA-s, de ettől függetlenül persze, tök jó, uh, tök jó. igen, az egy, az egy tök jó tartalom, úgyhogy egy tök jó játék, úgyhogy persze, de hogy akkor adják ki, amikor amikor jó. Mi a vélemény a Minecraft reneszánszáról, meddig tarthat, mennyivel volt rátásra az egész nehézség a pewdiepie -nek? Szerintem egyértelműen az ő hatására kezdték el elővenni újra a játékot, nagyobb videósok, ennyire tudják befolyásolni a videós tartalmakat egyetlen ember. Az egyébként, hogy szerintem itt azért egy kicsit több krétet adnak pewdiepie nek mint amennyi. Tehát hogy azért azt se felejtsük el, hogy az elmúlt időszak legjobb update jelent meg pontosan ugyanabban az időszakban. Szóval azért ez nem egy ennyire teljesen egyszerű képlet, ettől függetlenül egyébként nagyon komoly hatása van ö, egymásra a tartalomgyártóknak, nem is feltétlenül úgy, hogy PewDiePie-nak mindenkire, hanem PewDiePie-nak valakikre, azoknak a valakiknek valakikre. Szóval, hogy azért ettől függetlenül nyilvánvalóan van ennek egy ilyen felépítése. Viszont azért az is hozzá tartozik, mint ahogy mondtam, hogy az elmúlt időszak egyik legjobb update-je jelent meg pontosan ugyanakkor, amit valahogy elfelejt mindenki. Szóval, a Minecraft pont annyit változott azzal az update-tel, hogy hogy izgalmas legyen újra, de ne legyen túl idegen az eredetitől, nagyon jól, nagyon jól eltalálták a dolgokat, úgyhogy azért szerintem annak is jelentősen benne volt a keze. Bevallom őszintén, az, hogy most a reneszánsza meddig tart, vagy tart -e egyáltalán még, én ebben nem vagyok annyira biztos. Nem követek most annyira más tartalomgyártókat, de szerintem ez lecsengett már. Tehát, hogy szerintem ez az igazi ilyen nagy újra Minecraft, úú, ez azért, ez azért erősen, erősen lecsengett lecsengett mostanra. Lehet, hogy a következő update megint hoz egy hullámot, ki meglátjuk majd egyébként, de hogy szerintem ez már nem egy annyira jelentős dolog mostanra. Szulák Attila kérdése. Mi az, ami kirángat egy rossz, szomorú helyzetből? Bocsánat negativitásért, de mindig olyan pozitívnak tűnsz, és érdekel, hogy csinálod. Alapvetően egyébként ez egy tök izgalmas kérdés. Elsősorban itt szeretném megemlíteni, hogy sosem szabad elhinni azt, amit láttok csak a képen és a monitoron keresztül. Tehát nyilvánvalóan attól, mert az ember most itt tök boldog, attól még lehet, hogy vannak egyébként gondjai, vagy lehet, hogy attól még aggódik dolgokon, vagy, vagy bármi ilyesmi, szóval sose, tehát, hogy se az Instagramnak, sem az ilyen közösségi média felületeknek nem kell feltétel nélkül hinni. Most nyilván nem azt mondom, hogy mindenki át akart ideket verni direktbe, mert ez nem igaz. Sokan, de nem mindenki. Um, inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen automatikus reflex. Tehát, hogy most csinálhatnak egy Q&A-t úgy is, hogy rossz a világ, járvány van kint, mit tudom én, majdnem kitört a harmadik világháború, ami nyilván egy túlszaturálás, és egyébként is a fáj a bokám, és amúgy pedig nem volt a fodrásznál, szóval értitek, lehetne így is, csak Szerintem így nem lehet tartalmat gyártani. Meg egyébként nem is lehet így élni. Tehát, hogy azért ehhez hozzá tartozik az is, hogy nem is lehet így élni. Mert ha hagysz minden hullámot a fejed fölé csapódni, akkor előbb vagy utóbb meg fogsz hullani a retekbe. Um, szóval talán a legjobb válaszom az lehet a kérdésedre, hogy egyszerűen csak nem hagyom. Mint azt már említettem ebben a videóban, nagyon-nagyon szerencsések vagyunk asszonypajtással, és én különösen szerencsésnek tartom magamat, még a kettünk közül is, mert uh, nagyon szerencsés, nagyon-nagyon szerencsés életet élhetünk, nagyon szerencsés életet élhetek. Csinálhatom azt, amit szeretek, ami nem stresszmentes, de nem úgy stresszes, mint ahogy nagyon sok munka stress stresszes. Tehát nem úgy stresszes, mint egy kórházban dolgozni, nem úgy stresszes, mint mondjuk politikában dolgozni, nem úgy stresszes, mint a rendőrségen dolgozni, nem úgy stresszes, mint egy irodába dolgozni, ahol ki vagy szolgáltatva egy halom különböző embernek. Ez azért teljesen máshogy stresszes. Hogy nagyon sok melóm és nagyon sok áldozatom van abban, hogy egy ilyen életet élhetek, az abszolút igaz. De az a hogy nagyon sokaknak van nagyon sok melója és nagyon sok áldozata abban, hogy egy ilyen életet élhessen, és soha nem sikerült nekik. Úgyhogy ennek ellenére azért valószínűleg meglehetősen szerencsés vagyok, de sikerült kialakítanom egy olyan életet, amiben minimalizálom, vagy minimalizálhat, minimalizálni tudom az olyan negatív dolgokat, amik ténylegesen kell, hogy befolyásolják a mindennapjaimat, és ez mellékesen kialakítottam egy olyan mentál állapotot, vagy egy olyan szellemi állapotot, hogy ne is befolyásolja az, aminek nem kell feltétlenül. Ez egy kicsit úgy fordítanám le egy egyszerűbbre, hogy egyszer csak leszarabb. Mármint, hogy elnézést mindenkit, de hogy olyan dolgokon aggódunk néha, ilyen, nem, nem vagyok én ennyire ilyen full chill, meg lédek, tudjátok, hogy ilyen, ilyen, ilyen mindent, be, engedd el, engedd el, valam, vannak dolgok, amiket komolyan kell venni, nyilván van, vannak dolgok, amikre reagálni kell, nyilván van, vannak dolgok, amik uh, egy megoldást várnak. Viszont, attól függetlenül nem feltétlenül oldódnak meg csak attól, hogy dúlunk fúlunk magunkban, hanem így megoldjuk. Volt most például egy együttműködés, ami nem úgy haladta, hogy szerettem volna, többszörösen nem úgy haladta, hogy szerettem volna, és írtam egy e-mailt, elküldtem a fenébe azokat, akik csinálták. Mert mint, hogy így, azt sem mondanám még, hogy finoman. Tehát, a levél nagy része nyilván teljesen, teljesen kultúrát volt, tehát nem így izé, csupa kapszlokkal anyázva, de hogy írtam egy levelet, hogy megkértem mindenkit, hogy kapja már össze magát, mert hogy ez ebben a formában nem fog működni. Érzedek, tehát hogy nem hiszem, hogy itt bármit csodálatos dolog történne, hanem egyszerűen van mindenkinek az életének egy fókusza, és az én életemnek az egyik fő fókusza az a nyugalom, ami áldozatokat követel más oldalra, viszont közben meg nagyon jó, mert nagyon nyugodt, meg... Á, e, jó, ott függetlenül néha nem tudok aludni, Tehát ezért néha vannak ilyen, becsúsznak ilyen dolgok, amik valahogy átjutnak a pajzson, és aztán nem tudok aludni, mert én általában így reagálok a stresszre. De hála az ének egyre ritkább, hála az ének tök ritka. Szóval a kérdésedre a válasz röviden összefoglalva az az, hogy nem kiutok a szomorú helyzetből, hanem megpróbálok nem bekerülni a szomorú helyzetbe amikor csak lehet. Utána meg megélem, mert amúgy nem lehet más csinálni. És az a hogy ezzel elérkeztünk az utolsó kérdéshez. Nyilvánvalóan lehetett volna ez egy ilyen wow, nagyon-nagyon hosszú Q&A, mert nyilván ritkábban vannak qa de hogy én szerintem attól függetlenül ez a formátum így, így okés lesz a továbbiakban is. A ilyen jellegű tartalommal három hónap múlva találkozunk. Videóval a főcsatornán meg, hát remélem nem három hónap múlva. Ne jó lenne azzal a három hónap alatt valami más is felkerülne. Viszont a második csatornán, aminek megtaláljátok a linkjeit szerintem a leírásban is, illetve a Twitch csatornán, amelyek szintén megtaláljátok szerintem a leírásban a linkjét, ott találkozunk minden nap. Ott találkozunk minden nap, van rengeteg tartalom, ide meg megpróbálok csinálni tartalmat, amint tudok olyan tartalmat csinálni, amit szerintem érdemes megcsinálni. Egyébként pedig egy kis záró gondolat, bizonyára többen észrevettétek, hogy fura a szakállam, meg fura a hajam. Az a helyzet, hogy eszembe jutott a gondolat, hogy mennyire jó lenne egy kicsit visszanöveszteni a hajamat, még februárban, és emiatt kihagytam egy ilyen borbély időpontot, nem kihagytam időpontot, mert nem is foglaltam, de ilyen két havonta járok, és akkor így kihagytam egyet, hogy visszább növeszem a hajam, hogy valami új frizurára vághassuk le, és uh, aztán megbetegedtek emberek. Úgyhogy nem sikerült eljutnom, úgyhogy jelenleg a hajam az egy ilyen lootbox, minden nap más esik belőle, valahogy áll, most épp így, nem is nagyon tudok vele utána se csinálni semmit. A szakállamat pedig én vágtam le a tennapi nap folyamán, és nem lett szimmetrikus. Kicsit ilyen a róka, meg a medvebocsok, meg a sajt, nem is tudom mi a nekem a, 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 címe, de tudjátok, amikor így, ó, az enyém nagyobb, jaj, az enyém, mert hogy senki nem mondja, az enyém nagyobb, az övé nagyobb, az övé nagyobb, <laughs> és így a szakállam. Na mindegy, uh, nem sokára ismét találkozunk, köszönöm a figyelmet, mosatok kezet, nem étek sehova, ahova nem muszáj, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és kitartást a következő mindenféleképpen érdekes időszakban.